Az Ukrán Védelmi Minisztérium jelenleg nem tervezi behívók bevezetését a Rezerv Plus mobil alkalmazás segítségével. Nyilatkozta Dmitro Lazutkin a Védelmi Minisztérium szóvivője az NV.ua-nak adott interjújában. Jelenleg erre nincs meg a jogszabályi keret, tehát még jogi alapja sincs. Technikailag a programfejlesztői bizonyos feltételek mellett megtehetik, de ennek jogi alapja kell, hogy legyen. Ez már nem rajtunk múlik, nem a minisztériumon, kommentálta. Elmondása szerint most a hatályban lévő jogszabályok szerint ajánlott levélben lehet behívót küldeni. Ennek megfelelően ez az a mechanizmus, amelyet alkalmazni fognak. Egyelőre szó sincs elektronikus behívókról, mondta Lazutkin. A szóvívő megjegyezte, hogy a toborzó központok az adatok frissítése és a szabálysértők rezerv pluszban történő regisztrálása után nem fognak az utcán behívókat osztogatni.